A sportközpont további fejlesztése kapcsán indult vita arról a szekszárdi közgyűlésben, hogy a beruházás jelentős zöld területeket vesz el a várostól. Ács Erzső polgármester cáfolta a felvetést. Nem szeretnék csökkenteni egyébként a zöld felületeknek az arányát. A szekszárdi szabályozása, ahogy a városon is látszik, sokkal szigorúbb egyébként, mint az országos oték, amely jóvá vagy engedne nekünk egy kicsit alacsonyabb zöld felületet, és most tulajdonképpen a rendezési tervnek a sporttelepre vonatkozó része egy kicsit szavarabb kezdet annak érdekében, hogy ezek a funkciók elhelyezése kerülhessenek és megvalósítása kerülhessenek, de ha a zöld felületről beszélünk egy sporttelep esetében, én azt gondolom, hogy ez maximálisan kielégíti a szekszárdiak igényeit, de amennyiben itt újabb zöld felületeket is be tudunk vonni, ez mindenféleképpen az itt élők előnyére szolgál. A zöldváros program tervezési szakaszában a parkoló kialakítása mellett jelentős parkosítás is kezdődik majd. Benne a belvárosban, Luther téren, 160-as mozi közötti részen újabb parkosítás fog majd megtörténni, sokkal nagyobb zöld felület lesz itt benne a belvárosban, mint ami eddig volt, úgyhogy összességében, ha nézzük, én azt gondolom, hogy nem szinten maradt, hanem tovább nő majd a zöld felületeknek az aránya. A program koncepció terve már elkészült. 1,4 milliárd forint áll majd rendelkezésre, melyből parkolókat és parkokat is meg kell majd építeni. Bár az építőipari árak rohamos és nagymértékű növekedése ma már kisebb mozgásteret biztosít majd a városnak, mint a tervezés időszakában, Ács Erzső polgármester azt mondta, újabb pihenőparkok, játszóterek, egyfajta generációk parkja alakul majd ki a belvárosban is. Hogyha ez a koncepcióterv véglegesedik, és mondjuk egy engedélyes tervé minősül át, akkor a 2020-as év elején el fogjuk tudni kezdeni a kivitelezést is, és akkor tovább növeljük a zöld felületeket.